Volt a barátság? Az új oktató. Juhé! Évnyitó lesz! Futott végig nyúl Lilla a Keltike utcában. Minek örülsz? Mérgelődött Róka Miki. Reggel nincs lustálkodás, se csavargás, csak unalom. Mi bajod a tanulással, Miki? kérdezte nyúl Lilla. Hogyan vásárolsz majd, ha nem tudsz számolni meg olvasni? Én szeretek iskolába járni. Neked könnyű, te jó tanuló vagy, dünnyögte a róka fiú. Legszívesebben lekiste volna az ünnepséget. Szomorúan araszolt az úton, amikor Bagoly Boldizsár igazgató utolérte. "Gyerek kis barátom! Együtt hamarabb odaérünk. Az idei év izgalmasabb lesz. Van egy nagy bejelentésem. Nem lesz matek óra? Reménykedett Róka, Miki. Majd megtudod. Mosolygott Bagoly Boldizsár. Látod, már meg is érkeztünk. Mondta, majd az összegyűlt diákok és szülők elé állt. Szeretettel köszöntelek benneteket. Úgy gondoltuk Cica Katica és tüneményes tünde tanárnőkkel, hogy izgalmasabb lesz az iskola, ha olyan szemétől is tanulhattok, aki fenntartja az erdő békéjét, bűnözőket fog el és segít a rászorulóknak. Bemutatom Zabolazoli századost, a rendőrkapitányság nyomozóját. Jelentette be. talán bűnözők a gyerekek? <laughs> Csóválta a fejét Róka papa. Ugyan már. Válaszolta Boldizsár. A rendőr nem csak bűnözőkkel foglalkozik. Ő a rendőre. Segít megérteni a szabályokat, megismerni jót és rosszat, jogainkat és kötelességeinket. Róka Miki osztálya izgatottan bögdöste Fifikát, a kígyót, mondjon valamit, ha már ő a legokosabb. Fifika engedett a rábeszélésnek. Zoli bácsi arra is megtaníthat minket, hogyan ismerjük fel a rossz szándékot, hová mehetünk segítségért. Ugye elvis minket magával nyomozni? Megmutatja a fegyverét? Hurrá! Ugrándoztak a gyerekek, és körbevették Zoli bácsit. Csak minden szép sorjában, gyerekek. Örvendezett Zabol a Zoli is. Megtanítalak benneteket mindenre, amit tudok. Róka Miki jókedvűen ballagott hazafelé. Boldog volt, hogy találkozott az erdő legjobb nyomozójával. Elhatározta, hogy ő lesz Zoli bácsi jobb keze.